többek között Robert De Niro portréját is megtekinthették azok, akik ellátogattak a Bonyhádi Művelődési Központban megrendezett rajzkiállításra. A többségében híres férfi színészeket bemutató tárlat a Star Portrék címet kapta. Az alkotó Kersák Viktória elmondta, mikor kezdődött számára a rajzolás iránti szenvedélye. Nos, mindig is rajzoltam egészen kiskorom óta, már óvodába is jártam rajzszakkörre, illetve ilyen kreatív foglalkozásokra, általános iskolában is. És igazából ezek a rajzok azért segítenek nekem, hogy ki tudjak kapcsolni a hétköznapokban. Rendkívül élvezetes rajzolni őket, nem csak azért, mert a kedvenc színészeim javarészt, hanem mert mindegyik egy újabb kihívás jelent számomra. Ezeket a pillanatokat összeadom, aztán meg hirtelen körbenézek a falon, akkor kiderül mindjárt, hogy ezek bizony nem véletlenül töltött pillanatok voltak sosem, vannak ma sem. És mi, akik a különböző művészeti ágakban, én csak azt szoktam mondani, hogy maradék kultúra harcosak vagyunk, tehát teszünk és tenni szeretnénk azért, hogy újabb és újabb tárlatok, művek, zenék, képek, fotók és egyéb elkészült projekt produktumok készüljenek és kaphassanak napvilágot, megérhessenek egy tárlatnyitást, megérhessenek egy bemutatót. Viktória elmondása szerint a portré mint műfaj az egyik kedvence a stílusok közül. Mondhatjuk, hogy nagyon ilyen emberközpontú vagyok, szeretem az embereket, szeretek emberekkel foglalkozni, és szerintem nagyon érdekes, hogy minden ember teljesen más személyiségben is és külsőben is. Az alkotótól megtudhattuk azt is, kik a kedvenc színészei. Kedvencemnek talán a Robert De Niro portréját mondanám, azért, mert neki nagyon-nagyon jó volt rajzolni a szakállát, illetve a ráncait. Viszont a másik kedvencem a Ewan McGregor portré, ugyanis ő a kedvenc színészem, ugye az Obi-Wan-t játssza a Star Wars-ban. Viktória elárulta nekünk, miért érdekesebb az idősebb férfiak portréját lerajzolni. 50 pluszos férfiakat rajzolok rá, de ez nem azt jelenti, hogy ez az ízlésem. Inkább csak azért őket választom, mert karakteresebb az arcuk, ugye a szakáll, a haj, a pigmentfoltok, a ráncok, ezek ebben a korban mind-mind ilyen extrák, amik, és ezáltal az új rajzaim nekem újabb kihívások, és láthatom rajta, hogy mennyit fejlődtem az előzőhöz képest. A művész eredményeiről is mesélt nekünk. Portréval azt hiszem csak egy versenyt nyertem tavaly, a Pilinszky 100
rajzpályázatot, de állatrajzaimmal már több pályázatot is nyertem, és hát ez egészen visszamegy az óvodába, általános iskolába. Kersák Viktória a jövőbeli alkotási terveiről és tanulmányairól is beszámolt. Most éppen Ralph Fiennes, aki talán a következőnek mondhatom, vagy esetleg Tom Felton, mert most róluk láttam ilyen nagyon jó képet, ami tetszett, de egyelőre most nem rajzolok semmi újat, mert végzős vagyok, és vannak végzős teendőim, illetve márciusban elutazok egy hosszabb időszakra az Egyesült Arab Emírségekbe, és most nem nagyon lesz időm rajzolni. A rajzkiállítás február 8-ától 24-ig megtekinthető a Bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központban.